Fodor Gusztáv lelkésszel, a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör egyik alapítójával beszélgettünk, hiszen újabb adománnyal érkezett Karcagra. A Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek a menetrend szerinti járata megérkezett Karcagra, mondta a lelkész, a körelnöke, aki most két adományt is hozott. Nagyon szeretjük ezt a várost, nagyon szeretjük ezt a helyet, hiszen nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk a Kátai Gábor Kórház vezetőségétől, és nagyon sok szeretetet és tiszteletet kapunk a városnak a vezetőségétől is, és mindkét intézményt megajándékoztuk. A Magyar Református Szeretetszolgálattal karöltve a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör 1 millió forint értékű orvosi eszközzel ajándékozta meg a Kátai Gábor Kórházat, és a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör 1 millió forint értékű sporteszközzel ajándékozta meg a Karcagi Sportegyesületet. Hiszünk Karcagnak a sport életében, támogatjuk a fiatalokat, és ezzel az adománnyal is szeretnénk mindkét intézményt buzdítani, hogy folytassák ezt az elkötelezett, fantasztikus munkát, amit végeznek, és a következő alkalommal pedig Kenderesre szeretnénk menni, és ott pedig egy 1,5 millió forint értékű játék adománnyal szeretnénk a helyi katolikus óvodát megajándékozni. A hollandiai protestánsok gyűjtötték ezeket az adományokat, és Fodor Gusztávékra bízták, hogy postásként adják át a lehető legjobb helyre. Így döntöttek a karcagi és a kenderesi segítség mellett. Ez az adomány hollandiai közadakozásból érkezett ide hozzánk. A hollandiai protestánsok gyűjtötték ezeket az adományokat, ránk bízták, hogy postásként adjuk át a lehető legjobb helyre, és én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre is hoztuk. A kórháznak érkeztek nagyon értékes elektromos műtőágyak és rengeteg hasznos orvosi segédeszköz. Ezek műtőágyak, nagyon értékes elektromos műtőágyak, és ezen kívül pelenkák, és hadd nem mondjam, hogy mik érkeztek, hiszen én lelkipásztor vagyok, a teológiához értek, de a medicinához nem, de rengeteg olyan hasznos orvosi segédeszköz érkezett, amelynek nagyon-nagyon örülnek, és örültek a helyi orvosok és az egészségügy képviselői. Mint megtudtuk, egy nagyon szép adományt készítenek elő a Kátai Gábor Kórháznak. Hollandiában, Amsterdamban az AMC és egy másik kórház össze fog olvadni, és most azért lobbizik a Gyermekek Szükségben Alapítvány és a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör, hogy sok bútort és orvosi eszközt a Kátai Gábor Kórház számára ajánljanak fel. Csak köszönetünket fejezhetjük ki, azt gondolom újfent, hiszen ez már a sokadik adomány, amelyet a Tiszatavi Polgári Kör, illetve a Református Szeretetszolgálaton keresztül került városunkba. Ugye jelenleg a kórház kapott egy újabb adományt, illetve a Karcagi Sportegyesület is jelentős, közel 1 millió forint értékű sportruházathoz jutott ezen az adományon keresztül. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, hiszen minden segítség jól és jókor jön a mai időkben. Mindenképpen szükséges a megfelelő ellátás biztosításához, vagy a körülmények jobb átételéhez, legyen az egészségügy, szociális vagy sportterület is. Úgyhogy valóban köszönetünket fejezzük ki a Tiszatavi Polgári Körnek és a Református Szeretetszolgálatnak. Nagy Attila Csaba, a kórház gazdasági vezetője örömmel vette át az adományt, mely, mint fogalmazott, segítséget nyújt a kórház működésében. Igen, ez már a sokadik alkalom, amikor megkerestek minket, hogy a kórház részére tudnak biztosítani hollandiai testvérkapcsolat által adományokat. Nyilván örültünk, nyilván segítséget nyújt a kórház működésében. Gyakorlatilag ugye orvostechnikai eszközökről és mindennapi használatot segítő anyagokról van szó. Gyakorlatilag a betegellátásnak a segítése a célja ennek az adománynak. Nyilván lesznek olyan cikkek, amik könnyítik a kórház működését azzal, hogy ezeket már nem kell beszereznünk, és gördülékenyen tudjuk szervezni a munkát az osztályokon a betegek érdekében. Előjáróban megkaptuk ezt a hírt, hogy ebben az évben még egy nagyobb adományra lehet számítani, bútorzatokra. Ez meg különösen előnyös nekünk, mert a beszerzése ezeknek az eszközöknek kimondottan nehéz, és gördülékenyen nem megoldható. Nyilván az osztályoknak az ellátásában ez jelentős segítség lehet. A két műtőágy is jókor érkezett, hiszen több műtőegységgel rendelkezik a kórház, és ezeknek az eszközöknek a karbantartása alapvetően jelentős költség, így jó, hogy van tartalék, amit majd tudnak ilyenkor használni. Több műtőegységgel is rendelkezik nyilván a kórház, és
ezeknek az eszközöknek a karbantartása alapvetően jelentős költséget jelent, és nyilván előfordul, amikor gazdaságilag már nem hatékony, és így jó, hogy van tartalékunk, és tudjuk ezeket majd aktívan használni.